A Szent Annai Sámuel középiskolában 17 5. éves gépésztechnikus tanuló tett gyakorlati vizsgát. A koronavírus járvány miatt szóbeliznie nem kellett a diákoknak. Bár a járványhelyzet miatt most másképpen zajlik a vizsga, a tanulókat felkészítették erre is. A vírus helyzetre való tekintettel fokozottabb figyelmet fordítanak a fertőtlenítésre. Minden vizsgahelyen biztosított a fertőtlenítős kézmosási lehetőség. A maszkokat, kesztyűket is használják a diákok. Tudtuk meg Futó Lajos gyakorlati oktatásvezetőtől. Alapjában véve a vizsga ugyanolyan rendszerben és módszerekkel történik. A vírus helyzetre való tekintettel nyilván fokozottabb fordítottunk figyelmet a fertőtlenítésre, minden munkahelyen kialakítottuk a fertőtlenítő helyeket, kézmosási lehetőségeket, a maszkokat, kesztyűket használhatják a diákok, amúgy ha zavarja vizsga közben, akkor nyilván mindezeket leteheti. A szerszámokat egymás között nem cserélhetik, minden egyes forduló után a szerszámok, gépek fertőtlenítve vannak. Amúgy a vizsga ugyanabban a rendszerben és módszerrel végbehajtjuk. A vizsga menetében annyi változás van, hogy szóbelit nem tartanak, de a gyakorlati vizsga keretén belül szóban ugyanúgy számot adnak a tudásukról a diákok. Szóbeli vizsgát nem tartunk, nem tartanak, de amúgy a vizsga ugyanolyan egyenértékű, és a gyakorlati vizsga keretén belül amúgy szóban ugyanúgy számot tudnak adni a tudásukról a diákok. A 17 végzős technikus most két csoportban vizsgázik. Mindenki két tételt kap. A mai napon 17 tanuló végzős technikus vizsgázik. A helyzetre való tekintettel itt is módosítottunk. Délelőtti, délutáni csoportokat szerveztünk. Délelőtt 9 fő, délután 8 fő. Jelen pillanatban a első csoportnak a fordulója, amelyet A-B tétel van, amely a B tétel az a gépüzemeltetés, az A része pedig a alapozó erőgép, munkagép része. Itt most megtörtént a forduló, és majd délután megjön a következő, ahol ugyanúgy, ugyanebbe a rendszerbe fogják végrehajtani a vizsgát a diákok. A vizsgabizottság elnöke a törökszentmiklósi Budai Ferenc, és Simon Gyula az iskola részéről delegált, a segítők most nem a 11-esek, hanem az itt dolgozók és a szaktanárok. Az osztályból a sikeres technikusi vizsga után többen a családi vállalkozásban helyezkednek el. Két-három tanuló tanul tovább. Most ezek a diákok most itt végeznek, tehát technikusi minősítést kapnak. Többen a családi vállalkozásban helyezkednek el. Két-három tanuló próbálkozik a tovább tanulással is, majd ennek a esélyét majd és annak a kimenetelét majd látni fogjuk. Amúgy OSTV-n is nagyon szép eredményt ért el két fiatal ember, sajnos a 71%-ot azt nem tudták, mert akkor a vizsga most nekik nem kellene, hogy itt legyenek. Én gondolom, hogy mindenki megállja majd a helyét, hiszen ők már bizonyítottak itt, nem csak a tantermekben, hanem a tangazdaságban is. A gépész szakma modernizáló 21. század erő és munkagépek miatt egyre népszerűbb a fiatalok körében, véli a szakember.